Úgy tűnik valami nagy fordulat állt be az ukrajnai háborúban, legalábbis erre utaló bejegyzéseket tett közzé Orbán Viktor, ráadásul csütörtök hajnalban riasztotta a védelmi tanácsot. Az ülésen előkerültek rejtélyes térképek is, amelyeken vélhetően a Nova gát környéke látható. Vajon milyen hírszerzési információi vannak a magyar miniszterelnöknek, és honnan veszi, hogy fokozódtak a harcok szerda éjjeltől Ukrajnában? mi lesz ennek a következménye Magyarországra nézve, ennek próbáltunk utána járni. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál Kulifai Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgom megnyomásával. Ahhoz képest, hogy mennyire sűrű napok állnak mögöttünk, a miniszterelnök pedig egyre súlyosabb ügyekben tanácskozik, meglehetősen kevés, de annál inkább sokat mondó információkat oszt meg Orbán a közösségi felületein és a sajtóban. Szerdán délelőtt a miniszterelnök azt közölte, hogy a szomszédunkban zajló háború magasabb fokozatba kapcsolt, a kormány viszont a helyén van. Vélhetően itt a Nova Kahovkai gátrobbantásra gondolt, amely elképesztő ökológiai katasztrófával jár, és egy új dimenzióját nyitotta meg a hadviselésnek a kelet-európai fronton. Orbán hangsúlyozta a bejegyzésében, hogy meg fogják védeni a magyar embereket, bár az nem világos, hogy a Nyeper környéki hadicselekmény a korábbiakhoz képest miért veszélyeztetné most jobban Magyarországot. A kormányülésről egy meglehetősen drámai hangaláfestéssel egy hangulatvideót is közzétettek, ám ebből nem sok minden derült ki azon túl, hogy Orbán meglehetősen határozottan gesztikulálva magyaráz a minisztereknek. Ezt követően újabb rendkívüli tanácskodásra került sor, mint egy válaszul az Európai Parlament legújabb kezdeményezésére, mely szerint meg kellene vonni hazánktól a soros Európai Uniós elnökség lehetőségét. Magyarország már a másodjára töltené be ezt a tisztséget 2024 második felében, ám sok európai döntéshozó szerint a magyar kormány erre alkalmatlanná vált a jogállamisági eljárások miatt. Úgy tűnik, ez Orbánékat nem igazán aggasztja, és be is jelentette, hogy Magyarország megkezdte a felkészülést az Európai Uniós elnökségre, miközben nyomatékosította, hogy tapasztalatban és felkészültségben nincs hiány. Kijelentette, készen állnak az Európa előtt álló kihívások összehangolt és hatékony kezelésére. A legizgalmasabb ülés azonban csütörtök hajnalban történt, a miniszterelnök ugyanis valamiért szükségét érezte, hogy ilyen rendkívüli időpontban összehívja a védelmi tanácsot, hogy megvitassa velük az ukrajnai háború fejleményeit. A sajtóban közzétett képeken jól látható, hogy egy több példányban kinyomtatott fénykép előtt tanácskoznak a résztvevők, nép szerint Szalai Bobrovnicki Kristóf hodvédelmi miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Rogán Antal a miniszterelnök kabinetfőnöke, Böröndi Gábor vezérkari főnök, Tajti Norber, Dandártábornok, Kovács József államtitkár és nemzetbiztonsági főtanácsadó, valamint Nagy János a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. A szűkszavú közleményben Orbán annyit írt, hogy bár a tűzszünet és a béke lenne a legfontosabb, az ukrán-orosz háborúban ma éjszakától fokozódó harcok zajlanak. Ugyanakkor leszögezte, hogy nekik továbbra is Magyarország biztonsága az első. Ezekből a közleményekből több minden is kiderül. Egyrészt a homályos képek ellenére is kivehető, hogy a térképek a Nova-Kahovkai gátat, illetve környékét ábrázolják, pirossal jelezve azt, hogy milyen területek vannak orosz felhatóság alatt, és hol tart a konkrét frontvonal. A másik érdekesség, hogy egyértelműen azt állítja a miniszterelnök, hogy éjszakától fordulat állt be az ukrajnai háborúban, ám erről konkrét információ egyébként a nemzetközi sajtóban nem jelent meg, ezért joggal vélhetjük azt, hogy bizonyos hírszerzési információkra hivatkozva állíthatja ezt Orbán. De mire gondolhatott a miniszterelnök? Egyrészt már hosszú ideje lebegtetik a háborúzó felek, hogy nagyszabású ellen támadásra készül Ukrajna, amivel végképp megfordíthatja a háború menetét. Több jel is arra mutat, hogy már hosszú-hosszú ideje erre készül Kiev a szövetségeseivel együtt, számos hírszerzési művelettel, valamint újabb és újabb fegyverszállítmányokkal próbálják meg garantálni, hogy ez a nagy szabású akció sikerrel jár. Hát csak azért is kell biztosra menniük ezzel kapcsolatban, mert katonai elemzők sora állítja azt, hogy egy esetleges kudarca Ukrajna végképp elvesztheti a reményt, hogy megnyerje ezt a háborút. Hogy mekkora tétje van ennek a hadműveletnek, mi sem jelzi jobban, hogy Oroszország is nagyon komolyan veszi a lehetőségét, és ez szerint alakítja a harcvonalat. Ezért is beszédes az a tömeges adatszivárgás, amelynek során rendigeteg, szigorúan bizalmas irat került ki a Pentagontól, többek között az ukrajnai ellentámadásra vonatkozóan. Itt persze joggal merülhet fel a kérdés, hogy konkrétan kinek állt érdekében a dakták nyilvánosságra hozatala, mert egyrészt Oroszország is megpróbálhatta ezzel lebuktatni és hátráltatni az ukrán terveket, ám kétségre ad okot, hogyha birtokába voltak ezen információknak, akkor meg is tarthatták volna maguknak, és felkészülhettek volna csendben a támadásra, ismerve annak számos részletét. Egy másik lehetőség az, hogy kifejezetten a félrevezetés volt a célja a szivároktatásnak, hogy Moszkvát megpróbálják becsapni azzal kapcsolatban, hogy milyen fegyverállományjal és felkészültséggel rendelkezik Ukrajna. Persze van már számos más forgatókönyv is a lehetséges okokkal kapcsolatban. Minden esetre a Pentagon akták minden bizonyal az ukrajnai ellentámadás körüli készülés részét képezték. Ugyancsak ehhez kapcsolódik a Nova Kahovkai gát felrobbanása, felrobbantása, ami jócskán megnehezíti az ukránok helyzetét az ellentámadás tekintetében. Arra ugyan még mindig nincsenek egyértelmű bizonyítékok, hogy pontosan kik követték el a hatalmas természeti károkkal járó cselekményt, kihev az oroszokat, Moszkva pedig az ukránokat vádolja a terrortámadásnak minősített eseménnyel. Ami meglepő, hogy az Egyesült Államok nem foglalt egyértelműen állást a tekintetbe, hogy esetlegesen Oroszországot vádolnák a végrehajtással. A dilemmát az okozza, hogy lényegében mindkét félnek érdekében állhatott a gát felrobbantása, igaz, különböző okokból. Azt minden esetre fontos leszögezni, hogy egy háborúban sajnos nagyon sokféle katonai csapás előfordul, egyáltalán nem ritka, hogy gátakat érjen támadás, sőt ez még az ukrajnai háborúban sem az első eset, igaz, ez volt a legnagyobb horderejű ilyen jellegű támadás. Robert C. Castell emlékeztetett arra, hogy egy harckocsikkal végrehajtott ellentámadás esetén nagyon fontos és viszonylag hosszadalmas előkészületre van szükség, hogy biztosra menjenek azzal kapcsolatba, hogy milyen terepviszonyok felelnek majd meg egy ilyen méretű hadművelethez. Márpedig az óriás méretű vízáradat, ami most óriási területeket lepel a térségben, lényegében gajra vághatta hosszú hónapok előkészületeit. Ráadásul nem is volt feltétlenül szükséges valami nagy horderejű robbantásra a gát környékén, ilyenkor akár úgynevezett csendes robbanóeszközökkel is elérhető egy gát átszakítása. Nemgo Attila, biztonságpolitikai szakértő is azon az állásponton van, hogy nagy valószínűséggel az oroszok robbanthatták fel a gátat, és ezt az állítást leginkább azzal magyarázza, hogy ezzel az ukrán műveleteket hosszú hetekre meg tudja akadályozni Moszkva mindkét irányban. Szerintem most egy tabu megdőlt, és sok gát van még északi irányban, és szerintem az is csoda, hogy eddig ezt a fegyvert nem vetették be az oroszok. Nemkó szerint, ha az oroszok lerombolják a Dnieper gátakat, a keleti ukrán hadsereg utánpótlása megnehezül. A szakértő emlékeztetett arra, hogy minél jobban leürül ez a tározó, annál inkább megengedhetik maguknak az oroszok, hogy a zaborizsjei tározó gátjait is lerombolják, ami szintén kulcsfontosságú utakat szüntetne meg az ukránok szempontjából. Már csak az a kérdés, hogy miért indokolja ez azt, hogy Orbán Viktor hajnalban összehívja a védelmi tanácsot. Nagy a valószínűsége annak, hogy a gátrobbantás a háború súlyos eszkalációját jelenti, ami nem csak egyre brutálisabb orosz támadásokat és az egyre merészebb ukrán csapásokat vonja majd maga után, hanem ezzel együtt a nyugati szövetségesek még nagyobb bevonását is az ukrajnai háború. Úgy tűnik egyáltalán nem a megbékélés és a tűzszünet irányába tart tehát a háború, hanem sokkal inkább egyre mélyül el ez a válság, és nem látszik erőfiszítés a nemzetközi szereplők részéről sem a deeszkaláció irányában. Ez viszont, mint szomszédos ország, könnyen veszélybe sodorhatja Magyarországot is. Emlékezzünk csak arra, hogy milyen következményekkel járhat, akár bármelyik fontos atomerőmű meghibásodása, sérülése, vagy akár az a fordulat, hogy a NATO valamilyen módon megpróbálnak katonákat küldeni a régióba. Ugyanis ugyancsak a minap bejelentése, hogy a NATO World főtitkára Anders Rasmussen kijelentette, hogy számos NATO tagállam kész arra, hogy szárazföldi csapatokat küldjön Ukrajnába, amennyiben az Egyesült Államok nem hajlandó elegendő biztonsági garanciát nyújtani Kiev számára a júliusi Vilniuszi NATO csúcson. Rasmussen egyébként kvázi hivatalos tanácsadóként dolgozik most Volodymyr Zelenszky ukrán elnök mellett. Az egyköri főtitkár nép szerint is említette a lengyeleket és a balti államokat, akik szárazföldi alakulatokat is készek lennének bevetni Oroszország ellen. Az ettől tartózkodó tagállamok viszont hangsúlyozzák, hogy egy ilyen részvétel az ukrajnai háborúban drámaian megnövelni a esélyét a NATO teljes körű bevonódásának a háborúba, ami beláthatatlan következményekkel járna. Ajánlom figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most interjút olvashatnak Pajor István hegymászóval, aki 8000 méter feletti élményeiről mesélve beszélt Suhajda Szilárd drámai esetéről. De olvashatnak cikket az Apple új VR szemüvegéről is, ami egészen új korszakot nyithat a képernyő függő generációk életében. Ugyancsak találhatnak a számban írást a transzmozgalom politikai és gondosági hátországáról, valamint arról a dokumentumfilmről, ami a Mi a nő címet viseli, és pár nap alatt már több mint 180 millióan megnézték Twitteren. A labot kérje az újságárusító helyeken, vagy fizessen elő a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt megteheti a videó alatt is található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Köszönünk előre is minden felajánlást, vigyázzanak magukra!